Balatonon, itt az Isten köztünk, az evangélikus szövegezés, az első két versőt előre kell ütni a nincsenet. Idegenek seregeit futamították meg.
Szeretett ünneplő testvéreim, pünkös szombatján, előestéjén vagyunk itt együtt ezen a megemlékezésen, és érezzük a hit hőseinek a példájából, ahogy a Szentírás sorolja őket, hogy valami nehéz helyzet, amiben ők benne vannak, és ott valami különleges segítségre és erőre van szükség, és Istenbe tudnak kapaszkodni. Az életnek a nagy fordulatai a nagy de, hogy de mégis az Isten oldalán és az Isten erejéből. És a mi megemlékezésünkben is nem azt ünnepeljük, hogy a történelmi Magyarországot feldarabolták, mert az úgymond nekünk nem ünnep a feldarabolás. Az nekünk nem ünnep, ahogy némelyik történész, illetve történészek többen is mondják, hogy hát szerették volna itt Közép-Európa térségében a magyart úgymond eltaposni teljesen, hogy még annyi sem maradjon, amennyi maradt. És lehet, hogy volt is erre szándék, ahogy némelyek kiolvassák a történelmi időkből. De az, hogy az a történelmi Magyarországnak a kétharmada, ahogy a térképen is láttuk, és nem véletlenül függesztették ki kedves pedagógusaink ezeket a térképeket, hogy elcsatolódott, és hát nyilván rokoni szállak is, meg hát azok, akik kívül rekedtek a határokon, 1920 a trianoni döntés, a szétdarabolásnak a véglegesítése, ha így mondjuk. Hát az egy óriási fájdalom és gyász. És talán inkább az az érdekes, hogy hogy lehetett ezt túl élni, hogy lehet ezt feldolgozni, hogy lehet, hogy ebből mégis erő legyen. És azt mondjuk, hogy igen, nem az az elnevezése ennek a napnak, hogy trianoni emléknap, nem csak ennyi, hanem ahogy 2010-ben kimondatott, hogy a nemzeti összetartozás napja. A nemzeti összetartozás napja. És hogy lehet, hogy a kétharmados elcsatolás után, hát ezt mindet fájdalomban, nemzeti gyászban, ezt túlélni, ezt hordozni, hát az ige szavában válaszolva csak azt tudjuk mondani, hogy hit által. Az Élőisten megkérdezi a nemzetet, és megkérdez bennünket, hogy hogyan reagálunk a dolgokra, amik velünk történnek, mert nem lehet mindent a sors számlájára írni. Hogy hát ilyen a sors, gondoljuk csak, ha Noé azt mondja a maga gonosz világában, hát ez a sors, és széttárja a kezét, és nem sok mindent lehet tenni, és nem épül meg a bárka, és mint csak így átmentetnének egy gonosz világból. Hát valahogy így látjuk, vagy a Mózes szülei, ha azt mondják, hogy hát a sors, hogy a fáraónak az élet ellenes parancsa, hogy ott a rabszolganép fiú gyermekeivel végezni kell. Hát ez a mi sors. Hát ők nem ezt mondták, hanem Istenbe kapaszkodtak és Istenre néztek. És valahogy, hát így tudtuk mi is túlélni, így tudta mi nemzetünk és nemzedékünk túlélni, hogy Istenbe kapaszkodva. És hát itt ugye a templomnak a sarkán annak idején ültettek egy fát, mint ahogy én úgy hallottam, körülbelül minden tizedik faluban. Ez akkor szokás volt, trianoni emlékfává lett. Az elcsatolt országrészekből is ültek földet ezekhez az ültetésekhez, és abba ültették bele a közös földbe, hogy mi azért mégis azt a fát egy talaj fogja táplálni, és onnan veszi az életet. Hát mégiscsak egy nemzetként élünk tovább a fájdalom, a nemzeti gyász ellenében is, és
ne feladd a dolgokat, ne a sorsra fogd, hanem megállni a hit harcában. Talán erre hív minket az Isten igéje is, és hát Jézus bátorítása is, mindenkor imádkozni kell, erre mond egy szép példázatot, a hamis bíró példázata, nem féli az Isten, nem tiszteli az embereket is. Van az országában egy özvegyasszony is, azaz özvegyasszony addig jár a hamis bírónak a nyakára, hogy a végén rést törik az ő gonoszságán, és azt mondja, hogy mivel terhemre van nekem ez az özvegyasszony, ez a fájdalmas lelkű, ugye? Hát ezért igazságot szolgáltatok neki. Tehát az a hit, amelyik hiszi azt, mint ahogy a pusztában vándorló nép és Mózes is, hogy a kősziklából is víz fakadhat. Igen, a csoda megtörtént, a hamis bíró kemény lelke, kemény szíve, megenyhül igazságot kell szolgáltatni. Hát az Isten hogy ne szolgáltatjon az ő gyermekeinek igazságot? Hogy ne hallgatna, hogy ne adná az ő lelkének erejét, ugye bűnkösre készülve az erős lélek, és igen, nekünk jogunk van, mint annak az özvegyenek, hogy hathatós védelmet keressünk a bűn, a szenvedés, a halál ellen, és ez a jogunk az Isten örök igazságán, az Isten kegyelmén alapszik. És milyen nagy dolog, hogy a sors mögött, ami történik, és ami kialakulhat ebben a megromlott világban, hisz bűnösök utáni világban vagyunk, elrejtett sajátos hatalomként ott van, ami szerető Istenünk. Bele lehet kapaszkodni, mert az Isten olyan Isten, aki segít, míg a haláltól is megment, és amikor a sors a hittel kerül szembe, akkor csak ugyan vizek fakadnak a kősziklából, akkor lehetséges lesz, hogy az elnyomottak jogot kapjanak, a szétszórtak egyesüljenek, siralmasok vidámságot lássanak, betegek meggyógyuljanak, és a haldokról életre menjenek, és ne halálra. Óriási dolog ez lélekképpen, megéljük, és mégiscsak egy a nemzet, és hát itt adjuk a lelket egymásba, a tárgyunkon túli testvérekkel is, hiszen vannak kapcsolatok. És az emlékezet, hogy nekünk létjogosultságunk van, mi pedig az Isten irgalmából, és mi ezt lakaszkodunk, nem adjuk fel. Így segítsen meg bennünket. Amen. Már megkezdett énekünk az Itt az Isten köztünk, van egy ilyen, a negyedik vers, átmeg átjász mindent, rám ragyogni enged, életadó, áldott lelked. Van gyász a szívében,
Annak idején a nagy Magyarországot földarabolják, és csak amiatt, mert a hatalom így kívánja, mert valaki úgy dönt, hogy ezt így kellene. Ma, amikor itt vagyunk, nem csak megemlékezünk, nem csak a gyász van a szívünkben, és nem csak a fájdalom, hogy szétdarabolják Magyarországot, hanem ott van a szívünkben az is, hogy valamire ez is megtanít bennünket. Ahogyan átfogalmazza az összetartozás ünnepe napja, éppen ezért előre tekintünk. Valahol egy kicsit meg is állunk, átgondoljuk, hogy mi is történt a történelem folyamán, de előre tekintünk. Olyan sok magyar ajkú ember van odakint a határokon túl. Az elmúlt napokban Csíksomlyón akarják megmutatni, hogy összetartozik a magyar nép. Amikor magyarul imádkoznak, magyarul énekelnek, megmutatják, hogy azok a helyek is magyar vidékek. És ez az ünnep, ez az emlékezés mindannyiunkat arra hív meg, hogy előre tekintsünk. Hogy együtt tudjunk gondolkozni, együtt tudjunk dolgozni, hiszen az Isten mindannyiunknak adott egy feladatot. Nagyon jó, hogy vannak olyan ünnepeink, amikor egy kicsit meg tudunk pihenni, megállni, amikor egy kicsit átgondoljuk, hogy mit kellene tennünk. És ez a megemlékezés, ez az ünnep is arra hív meg bennünket, hogy együtt gondolkozva, együtt cselekedve tudjunk előre tekinteni, hogy mit tudnánk tenni Magyarországért, magyar nemzetünkért, magyar hazánkért. A fájdalom mellett mégis előre tekintünk. Nem lehet megállni és csak visszatekinteni. Előre kell, hogy tekintsünk. És éppen ezért, ma amikor emlékezünk, amikor együtt vagyunk, mindannyian azt akarjuk, hogy valamit tenni a jövőért. Én mindannyiunknak azt kívánom, hogy ez az ünnep, ez a megemlékezés arra bátorítson bennünket, hogy mit lehetne tenni, mit kellene tennünk, és mit kér a magyar nemzet, a magyar haza, és mit kér tőlünk az Isten, hogy hogyan kell példát mutatni. Lehet, hogy nem, ahogyan eddig tettük, haragudni a másikra, kinézni a másikat, hanem összefogva kéz a kézben elindulni egy közös célért, egy közös hazáért. Isten adja, hogy mindannyian tudjunk közösen gondolkodni, közösen cselekedni, és közösen együtt elindulni azon az úton, amely a magyar népért, a magyar hazáért lehet jobb és szebb. Mindannyiunknak a jó Istentől sok erőt kérek és kívánok, hogy tudjunk együtt elindulni és dolgozni. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Kedves emlékező testvérek, húgaim, nővéreim, barátaim, gyerekek! Az üdvözítő Jézus főpapi imájába így imádkozik. Szentatyám, tartsd meg őket a te nevedben, kiket nekem adtál, hogy egyé legyenek, mint mi együtt, egyek vagyunk. Tartsd meg őket a te nevedben, hogy egyé legyenek. Egyé legyen a Kárpát-medence népe, magyarok, népek, nemzetiségek. Ezer esztendő távlatából Kárpát-medencére tekintve azt látjuk, ez a föld, ahol vagyunk, ez a haza, ahol élünk, bizony veszélyes haza, Európa szíve, Európa éléskamrája, Európa reménysége, mi, akik idejöttünk, idegen test, idegen kultúra, idegen érzés, idegen gondolkodás, ebben szláv, germán, frank tengerben. És amikor ezer év távlatából, két világtávon közepette emlékezünk, akkor eszembe jut két dátum. És két emlék. Bizsói Bibliának kinyomtatása emléke, Bizsói közös vacsora, Encsen vagyok Prébán parókus, közös ebéd, jelen vannak. Munkács, Kassa, Burgerland, Délvidék, Kolozsvár, Európa történelmének, történetek, történelmet formáló magyar népe. És imádkozunk. Emlékezünk arra, hogy az Úristen hogy kulcsolta imára kezét Károly Gáspár fordításában ennek a népnek, hogy egyé legyen. Együtt imádkozni, együtt hálát adni, együtt a jövőt kérni egy népre és nemzetre, akit történelme folyamán minden élethelyzetébe megpróbáltak összeroppantani, megpróbálták a törképről eltüntetni, valamiképpen nem jövőt, nem föltámadást, nem új reményt, új értéket, hanem koporsót szántak ennek a népnek. És mi mégis élünk és emlékezünk. Pünkös szombatján. Pünkös szombatján, amikor a vigasztaló szent lelket várjuk, csak gondoljunk három himnuszra. Szentlélek himnusza így kezdődik. Mennyei király, vigasztaló, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, jöjjel és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szentől. A vigasztalás Istene. Kell, hogy itt éljünk szívünkben, őseink és eleink szívében, amikor itt otthon gyújtottak nekünk, hazát teremtettek, jövőt álmodtak gyerekeinknek és fiainknak, akkor nagyon jól tudták előre, hogy ez a föld veszélyes föld. Ez a pont ütköző pont, kelet és nyugat kultúrájának ütköző pontja, szinte előre látták minden háborút, minden forradalmat itt fognak megvívni közöttünk. Itt fognak elvérezni legjobbjaink a hosszú harc alatt. És igazuk lett. Ma is itt van, határmenti részen. És akkor mi szükségünk van a vigasztalás Istenre?
ha itt közöttünk idegenként, idegen testként élünk, az Úristenen kívül másra nem számíthatunk. Csak arra, aki ott ül melletted, a feleségedre, a férjedre, a gyermekedre, a munkatársadra, a többi szemébe te mindig idegen leszel, a többi szemében idegen test, szálka, a bicikli küllője közt bot, aki akadályozza egy népet és nemzetnek a kibontakozását. És gondoljatok a mostani háborúra. Azt hiszitek, az Unióban különbb a helyzetünk? Azt hiszitek, hogy gyakorlatilag kellünk valakinek? Itt az lesz a tiéd, amit kiharcoltál magadnak. Az lesz a tiéd, amiért megszenvedtél, amiért kellő erőt tettél hozzá, hogy ne vegyék el tőled. A vigasztalás Istenére, a Szentlélekre van szükségünk. Arra a Szentlélekre, aki az életnek megadója, tudatosítva azt, hogy Magyarország körülbelül alig 10 millióan vagyunk, 15 millióan szerteszét az agrobel, szerteszét a szorványokba, diaszporákba, mindenütt. Mi szükségünk van az egyesítő lélekre, a lélek erejére, hogy tudatosítsuk végre magunkba, hogy összetartozunk. Bárhol legyen egy magyar, az hozzánk tartozik. A bárhol sír valamelyik, nekünk is vele kell sírni. A bárhol szükséget szenved valamelyik, nekünk kell kinyitni a szívünket, kezünket, és odahajolni az elesethez, fölemelni. Nézzetek a határszélre. 700 ezer menekült. Közöttük nagyon sok Ukrajnából ide települt, vagy hazavágyó magyar, és a többi elüldözött. És amikor én ott láttam Encsen környékbelieket, láttam a fineket a Ladogai tótól, akik birodalommal szembeszálltak, és véreztek le a patakok partján ezernyi tó világába, láttam azokat, hogy hogy álltak helyt Huszt magasvárán, láttam azokat, akik elvéreztek Burgenlandnál, láttam a hűség városát, láttam az erdélyi havasokat, és láttam az uszvölgyi katonákat, akik egy sem adta meg magát, de ott elvérzett mindegyikét. Kiért? Szeretteikért, értünk, késeink magyarokért. Mennyei Király vigasztaló, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy, mindeneket betöltesz. Töltsd be a szívünket, hogy egyé tudjunk lenni, hogy fájjon mindegyiknek az, ha valahol fáj a magyarnak, fájjon minden magyarnak azt, ha valahol az én testvérem szenved, hiány szenved, vagy éppenséggel üldözés szenved. És amikor itt emlékezünk, letesszük az emlékezés koszorúit, akkor tudatosítsuk magunkban azt, hogy fokozottabb mértékig vagyunk egymásra szorulva, hogy jobban kell fogni a férjnek a felesége kezét, a feleségnek a férjét, a gyermeknek a testvére kezét, mert ebből születhet valami, amikor azt látjuk, hogy Európa elesett a kereszténység területén, és amikor nálunk templomok épülnek és szentelődnek fel, akkor az ember magasztosul fel. A mi gyermekeink, íveink, mert minden egyes ember a Szentlélek temploma, ahol nem kőből, betonból vagy acélgerendából épített templom van, hanem az édesanyák szeretetéből épült fel emberi testek, akik hordozzák a legdrágábbat, az életet, a reménységet, a holnapot. Van mit féltenünk, van kiket féltenünk, van kiknek a kezét fognunk és vezetünk ezen az úton, mert együtt győzhetünk, külön-külön, egymás nélkül elveszünk. Az üdvözítő Jézus azt mondotta apostolainak, maradjatok egybe, és én elküldöm rátok atyám ígéretét, a lelket, a vigasztalásnak a lelkét, az életnek a megadóját, minden értéknek a foglalatát. Hát így emlékezzünk őseinkre és eleinkre, akik felálltak és fel tudtak állni
és visszaemlékezek, még 50 éves pap vagyok, 50 évvel ezelőtt még a kommunizmus dúlt Kárpát-Ukrajnában, és nálunk is Edelényben, a kápolna mellett volt a TSZ, mellette a pártbizottság. TSZ-ek, pártbizottság mellett, és a kettős a templom és a pártbizottság ölelésében barátságot jöttek ünnepelni, ápolni Kárpát-Ukrajnáról. Akkor nem szóltak úgy, mint most a fegyverek, de az emberek, amikor közös protokoll elment, a druzsbát megitták, akkor jött a vacsora, és a vacsorán emlékszem egy dalra, amit azóta se hallottam, és ez így hangzott. Kárpátokban zokognak a fák, Maros mentén sír a vadvirág, sír az erdő, sír a mező, mert az egész Magyarország temető, az ő szívükben még a fejfák, a temetők álltak, még nem dőltek le, még nem estek túl mindenen. És amikor hallottam Encsen a székelyektől a vacsorán, Csaba királyfi, csak még egyszer, mint győzelemre népe, és tér vissza oda, ahol másképpen dalol a madár, ott, ahol pipacsinó búzaterem, ott, ahol ennek a népnek reménye van, ők is visszasírták az együttlétet. És még hallottam egyet, a pénztárosom volt, aki Erdély visszafoglalásának volt, és minden gimnáziumi ünnepséget tárogatóval elzenyte a gyermekek szívébe azt, hogy még egyszer visszatér, zúgva száll a turulmadár Kárpát-Szent bércére. Drága testvérek, álmok, emlékek, remények, föltámadások kavarognak az emberi szívben. Adja az Úristen, hogy ezekért az álmokért tudjunk tenni, hogy az Úristen áldja, szeresse, őrizze ezt a népet, hogy ennek a népnek ne csak múltja, hanem jövője legyen, s a jövő a ti gyermekeitek, leányok szíve van, a gyermekeknek, akiknek haját fújja a szél, és tekintetükben egy magyar új világ teremtődik, ezek hordozzák az új föltámadást, az új magyar reménységet. Adja az Úristen, hogy a Szent Élet mindezt meghallgassa, és valósággá tegye, múljon el a háború, az emberi szívekben nyíljon ki a béke és az élet, most és mindörökké. Oh.
mondjuk el közösen az Úr imádságot. Az első verset elénekeljük, és utána megtudjuk a